Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 1956, amikor a magyar nemzet nemet mondott az elnyomásra. A szállodaépítés ellen tiltakoztak. Az eredeti Ford fal maradványai láthatóak a József Attila Múzeumban. Október 23-án országszerte az 1956-os forradalom és szabadságharc jegyében tartottak megemlékezéseket. A pandémiás helyzetre való tekintettel az idei esztendőben szűkkörű ünnepséget szervezett Makóváros önkormányzata. A kommunista diktatúra elleni 1956-os lengyel tiltakozások hatással voltak a magyar népre, kivált kép az egyetemi ifjúságra, akik október 23-ára egy szimpátia tüntetést hívtak össze Budapesten. A délutáni órákban felvonult tömeg szájából először lengyel barátjelszavak hangzottak el, majd a jelenlévők felolvasták több pontos követeléseiket, melyek között szerepelt például Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése, a szovjet hadsereg kivonulása hazánk területéről, március 15-ének az ünnepnappá való nyilvánítása, valamint a többpárti szabad választások megtartása is. Ekkor született meg a forradalom és szabadságharc jelképévé váló lyukas zászló, hiszen az emberek kivágták a lobogókból a szovjet típusú címert. Az elnyomás elleni tiltakozás jeléül pedig ledöntötték a Sztálin szobrot. Hasonló események történtek több vidéki településen is. A békésnek induló megmozdulások később harcba csaptak át. November 4-én megkezdődött a Forgószél nevű hadművelet végrehajtása, ami a magyar felkelés véres leverését jelentette. Az orosz csapatok megtörték a fegyveres ellenállást, majd beköszöntött a megtorlás időszaka. A történtekre marosmenti településünkön is megemlékeztek múlt hét pénteken. Az ünnepség a Városháza előtt zászlófelvonással vette kezdetét, majd a képviselőtestület tagjai a Csanádvezér téri kopjafánál gyűltek össze. A bátran helytálló hősök tiszteletére itt koszorút helyezett el Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János országgyűlési képviselő. A koronavírus járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is. Elmondható már, hogy 2000 körüli a napi új regisztrált fertőzöttek száma. Dr. Ábrahám Judit házi orvos az influenza elleni védőoltás beadatását ajánlja minden korosztálynak, mivel együtt a Covid-dal megfertőződve nem tudják az orvosok, hogy milyen beláthatatlan következményei lehetnek a betegségeknek. A hosszú hétvége alatt az eddigi legmagasabb volt a beazonosított fertőzöttek száma. Pénteken 2066, szombaton 1820, míg vasárnap elérte a 3149 főt, amelyről a koronavírus.gov.hu oldalon tájékozódhattunk. A három nap alatt összesen 120 krónikus beteg hunyt el. A hétfő reggeli adatok szerint 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ezzel 61563 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. 43.600 fő az aktív fertőzött, ebből 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Elhunyt 47 többségében idős krónikus beteg, így 1472 főre emelkedett a halottak száma, 16.491-en pedig már meggyógyultak. A kórházi kezelést igénylők számának növekedése miatt bővült az ellátásba bevont kórházak száma. Dr. Ábrahám Judit felnőtt háziorvos arról számolt be még korábban televízió, hogy megérkeztek az influenza elleni védőoltások a városunkba is, melyek ingyenesen kérhetőek a házi orvosoktól. A szakember kiemelten ejtett szót arról, hogy miért ajánlja a vakcina a beadatását. Több veszélyt hordoz magában. Ha nem oltatom be magam, akkor együtt a Covid-dal esetlegesen megfertőződve nem tudjuk még mi sem orvosok, hogy milyen beláthatatlan következményei lehetnek az együttes fertőződésnek, és erre egy szervezet nem biztos, hogy fel van készülve, akárhány éves is. Ha én vigyázok magamra, akkor vigyázok másokra és a szeretteimre is. Tehát mindenki vigyázzon a saját egészségére, az, hogy megőrzés védekezik, mert csak ezzel tudom megelőzni a bajt, akár influenza, akár COVID-19. A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján kötelező a maszkviselése a szabadtéri eseményeken és a sportrendezvényeken is. Azonban a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzést vezetőknek, a versenybíróknak és a segítőiknek nem kell szájukat és órukat eltakarniuk.
A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el a gondolatát, azonban azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására. Továbbá az operatív törzs jelenleg 51 óvodában rendelte rendkívüli szünetet, az iskolákban pedig fertőtlenítő nagy takarítást az őszi szünet alatt. A makói DK szombat délelőtt élőlánccal tiltakozott az ellen a szálloda ellen, amely a tervek szerint a Szent János téren épülne meg. A megmozduláson a szervezőkkel együtt összesen 32-en vettek részt. Mucsi Tamás elnök a helyszínen úgy fogalmazott. Ők először a jelenleg üresen álló épületeket látnák el funkciókkal, megvárnák a fürdőfejlesztés befejezését, valamint a maximálisan megengedett magasságot is módosítanák. A közel 30 fős demonstráción a Demokratikus Koalíció helyi elnöke nehezményezte, hogy a szállodát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hungest Hotels valósítaná meg. Egy korábbi egyeztetésen azonban, ahol jelen volt Varjú László, a DK országgyűlési képviselője is, Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatást adott, miszerint Mészáros Lőrinc nem érdekelt a beruházásban, egyelőre még nincs is meg a kivitelező. A másik kifogást a szálloda maximális 20 méteres magassága ellen emelte. A Demokratikus Koalíció azt mondja, hogy 15 méternél magasabb épület ne épülhessen Makó városában, ne magasodjon egy épület se a büszkeségünk fölé, a hagymatikum kupolája fölé. Makó városában jelenleg a templomok mellett több építmény magassága is jóval meghaladja a 20 métert, köztük a víztorony, valamint a DK elnöke által említett hagymatikum kupolája is. A városi televízió birtokába került műszaki rajzok alapján Makovec Imre 30 méteresre tervezte a komplexumot, amely így is épült meg. Mucsi Tamás mindezen tények ellenére annak érdekében szervezett élőláncot szombaton, hogy a jövőbeni szálloda ne magasodjon a fürdő fölé, és mint az imént elhangzott, ezt maximum 15 méterben szeretné korlátozni. Mint ahogyan a dokumentumokon is látszik, amennyiben a hotel el is érné a megengedett 20 métert, még akkor is 10 méterrel elmaradna a mellette tornyosuló kupola csúcsától. Ennek ellenére a Szent János téren egy kordonszalagot húztak ki a demonstráció résztvevői a hagymatikum kerítése mentén tiltakozásuk jeléül. Elhangzott továbbá, azt is szeretnék elérni, hogy amíg a már meglévő, szállodának megfelelő épületek üresen állnak Makón, ilyen például a városháza vagy a rendőrség régi épülete, addig új ne épülhessen. Ezzel kapcsolatosan Mucsi egy egyéni képviselői indítványt is be fog nyújtani a grémium felé, amelyben a már említett kritériumokra részletesen ki fog térni. A politikus hangsúlyozta, nyitottak a további egyeztetések iránt, és nem az idegenforgalmi beruházások ellen vannak. Rövid híreket láthatnak. A koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt az oktatási hivatal rendkívüli szünetet rendelt el a Szent Tamás Óvoda Zrínyi utcai intézmény egységében október 25-től október 30-áig, továbbá a makói óvoda Kassai utcai tagintézményében október 25-től november 3-áig, adta hírül Farkas Éva Erzsébet polgármester hivatalos Facebook oldalán. A koronavírus járvány által okozott megbetegedések száma már városunkban is növekvő tendenciát mutat, ezért a városvezető arra kér mindenkit, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a járványügyi előírások betartására. Az intézményekben az elkövetkezendő napokban teljes körű fertőtlenítést fognak végezni. A koronavírus fertőzési láncok megszakítására is alkalmas lehet az őszi szünet, közölte nemrégiben az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelését felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán kiemelte, fontos, hogy a gyerekek a 10 napos szünetet családi körben töltsék, ne csoportos rendezvényeken, szabadidős programokon. Az államtitkár emlékeztetett, az őszi szünetben minden oktatási intézményben fertőtlenítő takarítást kell végezni. Ebben a Magyar Honvédség 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezrede is segítő jobbat nyújtott. A hétvégén például az orosházi Vörös Marti Mihály általános iskolában végeztek fertőtlenítést. Kálai Ernő, az ezred hídépítő zászlóaljának parancsnoka elmondta, a katonák egy alkoholbázisú vírusölő szerrel az iskola összes belső helyiségének a felületeit, eszközeit lefertőtlenítik. A rajparancsnok a munka megkezdése előtt meggyőződött arról, hogy senki sincs az épületben, addig a rajtagjai beöltöztek
helyeztek a 93 mintájú vegyvédelmi készletbe. A fertőtlenítés végén kis idővel egy erőteljes szellőztetés után a belső terek újra használhatók, emelte ki Kállai Ernő. Müller Cecília korábban arról beszélt, azt szeretnék, hogy tiszta, fertőtlenített intézményekbe térjenek vissza a diákok, és reményét fejezte ki, hogy a nevelési, oktatási épületek a jövőben is zavartalanul tudnak majd működni. Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, a koronavírus járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot számos intézkedéssel segítette eddig is a kormány, és ez a jövőben is folytatódik. A hazai turizmus erősítése érdekében a kormány döntött a szépkártya idei szabályainak meghosszabbításáról, így a feltöltés lehetősége 2021. június 30-áig a szálláshelyekre 400 ezer forint, a vendéglátásra 265 ezer forint, a szabadidő alszámlára pedig 135 ezer forint marad, ez éves szinten 800 ezer forintot jelent. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyelőre bizonytalan, mikor indulhat meg a turizmus külföldre, illetve külföldről, ez vélhetően akkor lesz meghatározható, ha már lesz vakcina. Ugyanakkor jó lenne, ha a belföldi turizmus addig sem állna le, és minél többeknek lenne lehetőségük hazai szállás, illetve vendéglátóhely igénybevételére, fűzte hozzá. A kormány továbbra is azt kéri, hogy az emberek ne utazzanak külföldre síelni, legutóbb is ausztriai síelőhelyek alakultak ki gócpontok. Az eredeti Ford fal rajzainak maradványai láthatóak a József Attila Múzeumban. A restaurált alkotásokat megmentették az utókornak, így közelebbről is szemügyre vehetik az érdeklődők. Több kategóriában összesen 109 települési értéket jegyeznek Makón. Ezek közül az egyik legjelentősebb Galamb József munkássága, amelynek egy állandó kiállítást is szenteltek a József Attila Múzeumban. Szikszai Zsuzsanna, a Makói Értéktárbizottság elnöke és a múzeum igazgatója örömmel számolt be arról, hogy egy újabb elemmel bővült a gyűjtemény a közelmúltban. Ami mellett állunk, a nemrég újból felavatott szerelő műhelynek a fala, az eredeti fala. Nagyon ügyes restaurátorok dolgoztak a fal megújításán, és le tudták fejteni az eredeti Ford autómodell rajzokat. Ezt az akkori képíró kézzel festette fel, és hát nagyon érdekes, mert hogy azért ennyi idő után, majd 100 év táblatában nem hullottak darabjaira, hanem meg tudták így nekünk menteni. Mi pedig egy keretbe foglaltuk, és ide a kiállításba helyeztük el, tulajdonképpen mementójaként a szerelőműhelynek. Hozzátette, a kézzel rajzolt Ford járműveket a magas falon nem lehetett ilyen jól látni, mint most. A 100 éves rajzok ellenálltak az időjárási viszontagságoknak. A minták és színek is jól kivehetőek. Szikszai Zsuzsanna megjegyezte, hogy minden apró tárgynak, adatnak és emléknek nagyon örülnek és vigyáznak rá, így ápolva a híres makói mérnök munkásságát. Remélik, hogy a hajdani szerelőműhely egyszer a régi fényében tündököl majd. Lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. 1956, amikor a magyar nemzet nemet mondott az elnyomásra. A szállodaépítés ellen tiltakoztak. Az eredeti Ford fal maradványai láthatóak a József Attila Múzeumban. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Farkas Éva Erzsébet polgármester Makó Info című online bejelentkezését láthatják a várost érintő legfontosabb intézkedésekről. Ezután az Ahol Pulitzer született című dokumentumfilmünket tűztük műsorra, majd a Kemencés és grillételek című gasztromagazinunk következik. Végezetül Fogadóra című közéleti magazinunkkal várjuk Önöket. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb, holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!